Sziasztok, Barbie vagyok, és ismét elérkeztünk egy elfogytak videóhoz. Fogadjátok szeretettel, igyekszem majd most is elmondani, hogy mi az, ami bevált, vagy amit már nem vennék újra. És írjátok meg ti is kommentben, hogy mi az, ami nektek a legjobban bejön ezekből a termékkategóriákból, és akkor igyekszem én is azokat kipróbálni. Vágjunk is bele. Az első, az egy ilyen Palmolive set volt, egy folyékony szappan és egy tusfürdő, ezt még a DM-be vettem, amikor leáraszták az ünnepek után. Hát gyakorlatilag, nem is tudom, 5 vagy 10 dobozzal vettem, úgyhogy fokozatosan fogynak el, de szerintem nagyon megéri így a januári leárazásokkor vásárolni, mert utána végül is egész évben tudod használni, és ugye nincs jelentősége, hogy most szedbe volt vagy nem, és sokkal jobb az ára. Abból van ez a kis palmolív is, én ezt is kézmosáshoz használtam el, mivel hogy szerintem arra sokkal jobbak, finom ez az olívás illat, de fürdéshez nem szívesen használnám, mert szerintem szárítja a bőrt. Van itt egy Balea málnás magnóliás folyékony szappan, utántöltő. Ez nem tudom, hogy amúgy létezik-e nem utántöltőbe, én még csak utántöltőbe vettem. 750 ml-es, és azt hiszem ilyen 400-500 forint, és nagyon jó illata van, és átlátszó, úgyhogy szerintem színezékkel sem terhelik fölöslegesen a szervezetünket, meg a környezetet. Elfogyott egy ilyen, hát ez ilyen speciális kiadás volt a Lidl-ben, egy 12 darabos makaronválogatás. Vagy egy mirelit részlegen volt, nagyon finom volt, nem nagyon tudtam, hogy majd hogy viszonyuljak hozzá, mert nem vagyok egy nagyon nagy makaronos, de elég jó élmény volt, viszonylag jó áron ahhoz képest, hogy mennyibe egyébként kerül egy makaron. De ez ugye ilyen limitált volt, szóval ezt szerintem már nem találjátok meg a Lidl-be. De ha mégis láttok ilyet, akkor nyugodtan próbáljátok ki, mert nagyon finom. Próbáltam összegyűjteni a kávés dobozokat, hogy mik fogytak el. Ha minden jól megy, akkor nem lesz több kávés elfogytak doboz. Meglátjuk. Ez egy Spar budgetes espresszós kapszula volt, egy 30 darabos. Ez igazából nem volt semmi különleges ízvilág, az jó volt, hogy alumínium kapszulás volt, és fajlagosan egész jó áron volt. Ezt azért volt érdemes használni. Aztán van itt ugyanabból egy ilyen 10 darabos, bár ez még műanyag kapszulás, ha jól látom, igen, ez még itt ilyen műanyag kapszula volt. Elfogyott két ilyen Risrettós Omnia. Az akciós volt a Lidl-ben, ez akkor lett beszerezve. Egészen kellemes ízvilága volt. Úgyhogy ezt, hogyha ilyet láttok és jó árba, akkor azt érdemes megkóstolni. Valamint a Lore kapszulákból láttam, hogy van vaníliás, meg karamellás ízesítésű is, és akkor vettem ilyen vaníliásat. Nem kizárt, hogy megtalálom a karamellásat is, de most azt nem látom. A lényeg, hogy ugye a Lore az egy kicsit drágább kategória, viszont egyáltalán nem éreztem rajta a vanília ízt, illetve a karamelláson a karamella íz sem, szóval ez nekem inkább csalódás volt. De, hogy mondjak jót is, az Oceannak van saját márkás kapszulája. Nem tudom, mennyit jártok oda, én volt, hogy csak ezért mentem az Oceanba. A magyarós is egész finom, mert először nem volt karamellás, és kipróbáltam a magyaróst, és egészen jó íze van. Tehát, hogyha ez bejön nektek, ez a magyarós íz, akkor innen nyugodtan vehetitek az Oceanból, mert jó áron van, és eszméletlen jó az íze is. És hát akkor ő a best of, a karamellás, eszméletlenül finom, szuper, tökéletes. Szerintem simán veri a Nespresso-nak a saját karamellását. Igen, tutira veri, és jobb az ára is, úgyhogy ez mindenképpen ez egy tuti befutó cucc. És mondom, Oceanba lehet kapni. Úgyhogy ha szeretitek a kávét, kapszulásat isztok, akkor ilyet vegyetek az Oceanba, mert ez rohadtul jó. Ugyanebből találtam még két doboz, tehát ugye azokról nincs semmi extra. Még egy magyarós, meg még egy karamellás. Nem itt. Még egy karamellás. Na, látjátok, az nagyon bejött. Van egy Jacobs alumínium kapszulás. Na ezzel az a helyzet, hogy valamilyen azt tapasztaltam, hogy ettől fájt a gyomrom. Szóval ez szerintem savasabb, mint a többi. Nekem ezzel ez a tapasztalatom, lehet, hogy nektek más. Nekem ez nem jött be, tehát ha érzékenyebb a gyomrotok, akkor ezt annyira nem ajánlom. Van itt egy Nespresso-s
mi sem bizonyítja, hogy néha azért még onnan is lett kávé vásárolva. Valamint egy ilyen gyönyörű kék dobozos. De valami ezekre már nem is emlékszem, olyan régiek, úgyhogy biztos jó volt, de lényegesen drágábban, mint a többi. Azt mondja. Van itt egy plusz tabletta, ez az extra aktív multivitaminnal. Ezt mennyire látjátok. Ennek tutti-frutti íze van, és taurin is van benne, szóval meg koffein. Tehát, hogyha mondjuk nem szeretitek a kávét, de kellene, hogy koncentráljátok, vitamint is szeretnétek, és egy kis felpörgetés, de mégsem energiaital, akkor ezt tudom javasolni, olyan 700 forint volt körülbelül, amikor én vettem, mondjuk, jó, ha hozzáveszitek az inflációt, még mindenkor nyilván drágább, de 20 darab szerintem tök jó áron van. Jó, hát ha nem szeretitek a tutti-frutti ízt, akkor nem a legjobb, de néha egy-egy jó jön. Illetve azt elfejtettem mondani az előbb, a kávéval kapcsolatban, arra biztos emlékeztek, ha régóta követitek a csatornát, hogy én már többször próbáltam leszokni a kávéról, és hát több-kevesebb sikerrel, viszont most a nyáron úgy néz ki, lekopogom, hogy sikerült már több mint, igen, szóval már június közepe, nem, június 26-a óta nem kávézom, és tök jó. Nem is hiányzik, szóval rendkívül jó spórolós módszer, illetve örülök annak, hogy ezt a függőséget sikerült így lerakni, úgyhogy azért is próbáltam így egyben megmutatni nektek az összes kávé kapszulának a dobozát, mert hogyha minden jól megy, akkor nem lesz nálam többet ilyen, úgyhogy most még megmondtam az ajánlásokat, hogy melyik milyen volt, ha még kávéztok, de alapvetően nem ez az irány, hogy kávézzak a jövőben. Na, térjünk is vissza a többi dologra. Itt van egy törlei csokoládé, ez pezsgőkrémes volt. Ezt igazából úgy vettem, hogy akciós volt, mert közeli lejáratú volt, és pont ettem volna valami csokit, és megláttam, és nagyon jó áram volt. Most a Stümmernek a csokiairól azért tudni kell, hogy eszméletlen jók. Tehát ha láttok ilyet, szeretitek a csokit, akkor ezekben nyugodtan érdemes beruházni, nem annyira olcsóak, viszont ajándéknek is szuperek. Nézzétek meg ezt a csomagolást is, milyen gyönyörűséges. Illetve hát saját részre is nagyon jó, mert nagyon-nagyon finomak. Elfogyott egy Bilka grapefruitos fogkrém, ezeket már biztos ismeritek nálam, én ezeket szeretem, mert nincs benne mentol, és szerintem sokkal jobbak, valamint ilyen homeopátiás dolgok mellett is tök jól működnek. Lidlből egy málnás jégkrém, ezt nagyon nehéz néha beszerezni, nem tudom miért, ezzel állandóan küzdeni kellett, hogy legyen a boltba, és nagyon sokszor nem volt, szóval, hogyha láttok ilyet, és eztek esetleg a későbbiekben is, nem csak nyáron jégkrémet, akkor ezt tudom ajánlani, mert ez nagyon-nagyon finom ez a málnás. Málna, két réteg csoki, és közte is van egy kis málna szósz. Valamint kipróbáltam, szintén Lidl, Mirelit részleg, ez az Alaszka pollock filé. Azt mondja, sajtos zöldfűszeres töltelékkel, 4 darab volt benne, és körülbelül 10 perc alatt megsült a sütőbe, vagy 20, nem is tudom már, mindegy, a lényeg, hogy nagyon hamar megsült, és nagyon finom is, és laktató, úgyhogy ezt is tudom nektek ajánlani, hogyha esetleg még nem próbáltátok, és szeretnétek gyorsan finomat főzni, vagy sütni. Egy XXL-es mandulás jégkrém is elfogyott a Lidlből. Milyen nagy, de brutális. De ez is nagyon jó. Itt a lényeg az, hogy XXL-es, ezáltal még kedvezőbb az ára. Szokott olyan időszak lenni a Lidlben, amikor ilyen XXL-es hetet tartanak, és akkor sok termékükből sokkal nagyobb kiszerelést árusítanak, de ez csak időleges, és olyankor érdemes még inkább beszerezni ezeket a termékeket. Van itt még egy karamellás jégkrém, ez ugye olyan, mint a málnásnak a doboza, csak karamellás. Ez is nagyon finom, ezt általában többször lehet kapni, mint a málnásat, szóval ha csak egyet tudtok venni egyszerre, akkor inkább a málnással próbálkozzatok először, mert az ugye ritkábban van. Valamint ez az Eklat német, azt hiszem, igen, német márkájú lakás illatosító, aminek ilyen Christmas Dream volt a neve. Tök jó illata volt, 2 hétig baromi jó illat volt a lakásban, lehet, hogy az volt a hiba, hogy én beleraktam az összes bambuszpálcikát, és így nagyon hamar ugye kipárolgott az illata, de nagyon finom, meg ha esetleg éreztek késztetést ilyenekre, akkor érdemes kevesebbet belerakni a bambuszpálcikákból, illetve azóta olvastam olyat is, hogy mondjuk ha ráraktok egy ilyen
fóliát tetejére annak az üvegnek, és csak úgy szurkáltok ki rajta egy-egy lyukat, amin a pálcika ugye fel tudja szívni a folyadékot, de a többi részen nem párolog a folyadék, akkor sokkal tovább eláll, meg sokkal tartósabb, és ugye nyilván az fajlagosan jobban megéri, de amúgy az illat az baromi jó volt. Elfogyott még egy Lenor XXL-es ilyen aranyszínű változatban ez a zöblítő. Ez a kedvencem, ezt már biztos meséltem nektek. Néha használok másikat is, de ez az arany Lenor szerintem az egyik legjobb illatú. Ezt próbáljátok ki, hogyha van kedvetek, nagyon finom, tartós, nagyjából ennyit tud, de ezt mondjuk nagyon üzembiztosan. Valamint egy Lidl-ös karamelles étcsokoládé, ezt már biztos meséltem nektek korábban is, hogy a Lidl-ben nagyon jók a csokik. Szerintem a magas kakaótartalmok is nagyon finomak, és a karamelles, meg hát nyilván mert én szeretem a karamellt, úgyhogy ez azért volt nekem nyerő ízvilág. Bocsánat az örgésről, van, ami még itt fatyorban van. Hát igen, ez egy kicsit ilyen leharcoltabb. Ez egy WC olaj, ezt a bioboltba vásároltam. Erdei szamóca illatban, ami kicsit először lehet, hogy furcsa lehet, hogy mondjuk erdei szamóca illatú legyen a WC, de én nagyon megkedveltem, és tökre szerettem ott is ezt az illatot, úgyhogy most már nekem nem furcsa, baromi tartós volt, ezt azután kezdtem el vásárolni, egy időben vettem azokat az ilyen bref, meg ilyen golyókat, és tudjátok, ez baromi hamar kifúr, tehát egy lemossa a WC. És akkor így meguntam, hogy egy vagyomba kerül, és akkor ajánlották nekem ezt ismerősök, hogy ez milyen jó, és hogy sokkal tartósabb, és akkor kipróbáltam. És tényleg eszméletlen sokáig elég, nem kell sokat fújni belőle, és sokkal természetesebb, meg a földdel is, vagy hát hogy a környezettel is sokkal barátibb viszonyt ápol, mint mondjuk a bref és társai. WC olaj, hosszantartó tisztaság és frissesség, és a márkáját próbálom megkeresni nektek, ha van még erről valami. Hát igazából annyi van, hogy Kudi Future Kft., de magyar cég. Még egyszer így megmutatom nektek, hát ha ez segít, és így rá tudtok keresni, és mondom, bioboltból lett véve, és teljesen jó tartós is, és nagyon finom az illata. Csak ajánlani tudom. Van még itt egy Nae ilyen vegán sampon, ez egy ilyen levendulás sampon, ezt nyertem. De elérhető a DM-ekben, és nagyon kellemes volt a formulája, az illata is. Szerintem a csomagolása is gyönyörű. Még mindig levendula illata van, nagyon finom. Szóval, hogyha gondoljátok, és fontos, hogy vegán legyen, és természetes, akkor ezt tudom nektek javasolni. Szerintem egy jó sampon. Mi van még itt? Ez annyira nem extra, de egy fültisztító pálcika után töltő, ami pamut van a végein. Hát ezt a G-Robiba vettem. Ez csak inkább elrettentésnek, nem olyan jó. Szerintem nagyon kevés rajta a pamut, és nagyon sokszor érzem azt, hogy a vége, a pálcika vége, az így érződik a pamut alatt. Szóval, hogy így vigyázni kell vele, tehát ez a melódia, ez annyira nem jött be, úgyhogy nem javaslom nektek, hogy ilyet vegyetek. Hát ennyi volt mára. Az a videó, remélem, hogy tetszett, és hogy találtatok benne hasznos információkat. Hamarosan találkozunk egy következő videóba. Kérlek, lájkoljátok a videót, iratkozzatok föl, ha esetleg még nem tettétek, és írjátok meg kommentben, hogy nektek mik a kedvenc termékeitek ezekben a kategóriákban. Én is szeretem a hasznos tippeket, és mondom, akkor én is ki tudom őket próbálni. Ha bármi más kérdés van, nyugodtan kommentben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen szép napotok, sziasztok!